tudom, hogy ilyen hosszú ez a méltatás, de a kis időpontban akkor talán még rövidebbre veszem. A tankönyvekhez azért hagy fűzzek a előadáson kívül két mondatot, hogy elhangzott itt sokszor az előző során, hogy ezt nem írja meg a tankönyv, azt nem írja meg a tankönyv. Ilyenkor én is visszakérdezhetnék, te meg tudtad volna írni? Nem azért nem tud írni, hanem nem lehetett. 96-tól írom a tankönyveket, írtam 20 éven keresztül, és nekem 20 éves küzdelembe került az, hogy ki lehessen mondani egy magyar történelmi tankönyvbe, hogy nem vagyunk finnugorok. Tudom, hogy nem hiszik el, de mi most sincs benne. Nem lehet. Egyszerűen, ugye volt egy magyar Bálint, most hagyd nem értassuk a ténykedését, de akár most is 2010-től nem lehetett, most még a tankönyvek, amit egységesítettek, még silányabbak szerintem, mert akkor volt egy paletta. Az Apácai kiadó volt a legmagyarabb tankönyv kiadó. Ez egy vidéki, zeldömölki kiadó, és aztán Attila nevét nem lehetett leírni. Nem lehetett. Az, hogy én belecsempésztem ezelőtt tizenvalahány évvel, hogy volt kettős honfoglalás, az a nagy szó volt. Mert az sem lehet, az, hogy hármas, hát az már. Szóval nagyon gyalázatos ez a helyzet, és hogy miért, hogy ki ezért a felelős, nem tudom. Egyet tudok, hogy a oktatásunk, az apparátus, az ugyanaz. Vagy az unokáig. Tehát ott nem sok változás, és előtt megmutattak mindent. Na most nem is megyek tovább. Az egyetlen tankönyv volt az enyém, hogy így tetszik, amelyben szerepel a pozsonyi csata. Egyikben sem szerepelt, még ez sem. Tehát itt tartottunk, vagy itt tartunk, úgyhogy ezt azért kell hozzáfűznem, hogy sokszor a tankönyveket, akár még ezen a fórumon is, tévében, rádió, hallom, és akkor úgy lefitymálják, hogy miért nincs ez, mert nem. Magyar kormi tankönyvekben nem szabad. Még a mai napig sem, egy 30 év telt el. Úgy azt tudom mondani, mint a Gábor, vagy mint a Okos Márton, vagy ez magyar kormi. Na, elnézést azért a kis kitérőjét. Második Rákóczi Ferencért jöttünk most itt egybe szerencsére. Azt gondoltam, hogy így a vége felé már nem tudok újat mondani. Újat nem is, de összefoglalom akkor a eddig elhangzottakat, és sok kép lesz, azt még mondhatom. Tehát nyissák ki a szemüket is, ne csak a fülüket. Egyet hagyd mondjak itt még előre, hogy 2010-es évek derekán indultak ezek az emlékévek. Ezt ugye a Nemzetpolitikai Államtitkárság szervezte, és itt látható Márton Áron, aztán a Széchenyiről is volt, ugye a hunyadiakról, 2017 volt a leginkább ismert a Szent Lászlóról, most pedig Rákócziról. Azért hagyd mondjam el, Okos Márton említette, de ezeknek ő volt a szellemi atya, ezeknek a szépen őt félretolták, és azok a miniszterális körök tették oda nevüket, akik hát csinálják jól, meg szerencsé, hogy van ilyen, de azért a Okos Márton több szerepet kellett kapni ezekben is. No, tehát a Szent László évről sokat hallottunk, a hunyadiakról már kevesebbet, tehát ott azt kicsit elmismásolták. Hát most Rákóczi év van, ami ugye 1704. június 8-át, ez egy 315. évforduló, illetve 1705. szeptember 17-ét jelenti a két időpont, e között van, tehát még jövő év szeptember 17-ig tart a Rákóczi év, amit használjunk ki a lehetőségeink szerint. Tudjuk, hogy ezek központilag irányítottak ezek az emlékévek, de azért, hogy beszélünk róla és teret kap, az nagyon fontos. Rákóczinak nem tudok minden vonatkozására az életéről kitérni, mert ugye akkor itt tudhatnék reggelig, meg hát ugrok is majd ahol. De azért egyet tudni kell. Ez a család, aminek itt a családfáját látjuk, ezt a Szerencsi Múzeumban fotóztam le, ha jól emlékszem. Itt ugye az alsó részek a fának nem számítanak, ott a jobb felső részen van egy figurális alap, az már az bizony Zsigmond, akivel itt szó volt. Azért azt még megjegyzem itt, hogy Rákóczi abban is óriási a sors kegyeltje, hogy ő még a török világban született, hát gondoljunk az évszámra, és már a Habsburg világban fejtik majd tevékenységét. Tehát ez a két rendszer, ami Magyarországot 500 éven keresztül tönkretette, a török és a Habsburg, és Gábor tudom idézni, hogy a Habsburg után több kárt okoztak, főleg gazdaságilag, de még eszmeileg is, mert tudjuk a kimenetelét, hogy hol tartunk most, és ez sajnos a Habsburgoknak köszönhető. Na, kik voltak az elődök?
Hát ugye szóba került felsővadász, így néz ki a felsővadászi kastély, mostanira Rákóczi család előnevét adja, és ott a templomnak a mai boltozatán olvasható is, ugye Zsigmond Rákóczi nevet latinul. A templom pedig így néz ki, már természetesen ez egy felújított változat. Azért azt el kell mondani, hogy 1588-ban volt a szikszói csata, amikor is Rákóczi Zsigmond egy a zsákmányon osztozkul és hazatartó török sereget óriási zsákmányon rendelkeztek, megtámadta. Két napig tartott a küzdelem Cikszó mellett, ugye ez a bohi kis település, és még éjszaka is a szalma bálák fényénél folyt a harc, és egy irodatlan nagy vereséget mért Rákóczi Zsigmond a törökre, 1300 török esett el ott a helyszínen, ma is van egy halom Cikszó mellett, úgy hívják, hogy török halom, hát nem véletlenül. Jó maga Encsi vagyok, nem tudom ismerős ez, ez Abóúgyi, tehát Abóúgyi Zemplén szülöttei vannak itt, mert Zemplét hallottuk a Takta köz kormányában. És ezért a tett tér, és ezért mondtam el, Rákóczi Zsigmond rangot kapott és birtokot, hiszen mi a törököt legyőzte, és ezzel alapozta meg a családot. Itt látható a Szerencsivár, ez a lodzsa itt nem a Sárospatra, itt már hasonló reneszánsz típusot, hanem Szerencsivár belsődvara. Csak én elmondom zárójelben, hogy ez a vár az, ami Magyarország, de lehet, hogy a Kárpát-medence legnagyobb képes a gyűjteményével rendelkezik, tehát ezért is érdemes meglátogatni. Na, itt vannak az ősök, első Rákóczi György, felesége Horváth Zsuzsanna. Első Rákóczi György volt a bibliás őrálló fejedelem. Most képletesen mondom, hogy értsük, hónalt a Bibliával járta az udvart, meg az embereit, ahogy tanácsot kértek, akkor felcsatta és mindjárt mutatta, hogy na melyik sorra a Bibliának és melyik mondata érvényes arra a döntésre, amit épp ő kihozott. Tehát egy nagyszerű fejedelem volt, felesége szintén Horváth Zsuzsanna, aki a közeli Királyhelmecről származik, így néz ki ma a Királyhelmeci Szlovákiához tartozó vármaradvány, és Horváth Zsuzsannának még a szobra ott áll Sárospatakon. Hát Királyhelmec megint csak véletlenül ott a határ mentén, oda került, hogy Szlovákia ezenek idején, és ma is ugye, hát nem tartozik sajnos hozzánk. De azért Királyhelmecen van egy jó polgármester, és ez a kis magyar városban, egyébként ez ott van Sátrógyhely környékén, tehát hát mondjuk ott Borsi, Királyhelmec, és ezek a részek, ezek a Zemplén követő települések. Van egy ilyen Szent Koronát alkotó emlékmű, aminek a város híres szülöttei vannak ott a domborműveken, ott van Horváth Zsuzsanna képe is, és nem látni a képen, most nem tartozik, de három magyar szentnek az egész alakos szobra is ott áll a téren, Szent István, Szent Imre és Szent László szobrai természetesen, tehát ez egy mindenképpen. Hát azt meg mikor lehet ledönteni, esetleg, hogyha tovább folytatják a szlovákok azt a tevékenységet, amit folytattak. Na, ez itt a fiúk, Horváth Zsuzsanna fia, második Rákóczi György, és azért szerepel itt a kassai, premontai templom, ami nem messze van a domtól, mert itt van eltemetve a felesége, második Rákóczi György, Bátori Zsófia, akiről már volt szóma, és annak a fia, első Rákóczi Ferenc. Tehát ez egy gyönyörű szép, ugye micsoda műemlékek, hát nem is akarok belemenni, hogy kerültek oda át. Azért Rákóczi Györgyőt elhangzott, hogy egy új megfogalmazása keletkezett, hogy nem volt olyan rossz, mint amilyen. Hát ugye csak az tény és való, hogy az apja után, meg az utódok után, hát bizony nem sok minden dicsekedhet rá, második Rákóczi György, mert az tény, hogy elvitte a seregét Lengyelországba, egy tatárok elleni harcba, hát több is volt, aztán csúfos vereséget szenvedett, hogy az egész sereg ott maradt, és ő meg haza menekült, tehát hazaért. Ez nagyon cserben hagyta a seregét. Aztán belevonult mindenféle fejedelmi harcokba, és hát ez volt a csúnya oldala, hát persze vannak nyilván jók is. Na, itt van a másik ág, a Zrínyi család, majd aztán visszatérek arra, hogy nincs a magyar történetben még egy olyan ember, egy olyan alakja, akinek annyi nemesi vér csörgedezne az erejében, mint éppen második Rákóczi Ferencnek. Hát ugye ott vannak a Rákócziak, a Horváth fiak, azt már láttuk, Bátori Zsófia, de itt vannak a Zrínyiek ugye. Ez az apa, Zrínyi apja, Zrínyi Péter,
itt van középen Zrínyi Miklós, és ez a fából készült szobor pedig a regéci tanácsháza, így, mikor még készült az volt, előtt van, hát ma már az enyészeté sajnos, hát regész még nem említettük ezt a települést, nagyon sok emlékkel rendelkezik. De maradva a Zrínyieknél, egyébként csak megint az ára, amikor Horvátországban jártam kutatni az ottani dolgokat, a horvátok egy barátok állítólag. Egy árva szó nincs sehol kiírva magyarul. Amikor mi elismerjük, hogy Zrínyi Péter, meg Zrínyi Miklós, ugye horvát és magyar bán, meg, tehát mindig mondjuk kettőséget, ők nem. Itt van például az a Kursanac kisfaluban lévő oszlopocska, ami azt a helyet mutatja, ahol az a bizonyos vatkan felöklelte Zrínyi Miklós. Ez tudjuk, hogy nem igaz, ma már csak hát ez a magyar, az akadémia nem ismeri el. Betlen Miklós írta meg az emlékirataiban, hogy ő látta, hogy a vatkan megöli Zrínyi Miklós, csak éppen tudni kell, hogy Betlen Miklós kancellár, ezt 20 évvel később írta meg, amit olyan Bécs szolgálatában állt. Hát nem hiteles a dolog túlságosan, minden eset csak bemutattam ezt az érdekességet az Zrínyi család egyik nagy múltú tagjai végéről. Itt van Zrínyi Ilona és férje első Rákóczi Ferenc, hát közeledünk ugye a kis Rákóczi születéséhez. Ez az a bizonyos Sárospataki várnak a kastélyrésze, itt a szugrózaterem. Ugye azt itt mindenki tudja, hogy azért szugróza, mert a rózsa alatti teremben volt az összeesküvés, a nagy főúr összeesküvés, ami ugye már sok magyar főúrnak a halálához vezetett. Veselényi Nádor meghalt, aztán Nádasdy Ferencet, Frangepán Ferencet, Zrínyi Péter kivégezték. Ha valaki elmegy Wiener Neustadtba, magyarul Bécsújhelyre, akkor ott a katedrális oldal, ott van az a kivégző hely, ilyen koponya szobrot mutatja, itt végezték ki őket. Aztán kerültek ugye temezésre. A Rákóczi a szerencse nem haltak ki mind, mert hát itt van még az iskolai kirándulások egyike, amikor Sárospatakra minden diákomat, aki csak lehet, elvittem. Innen kicsit messze van Budapestől, ugye, tehát megéri a távolság, mert Zemplén csodálatos számomra a leggyönyörűbb vidék Magyarországon. Az egyik leggyönyörűbb vidék. Főúri viseletek a 17. századból, hát így néztek ki akkor a főúrak, ezt a képet talán ismerik. Ez pedig azért érdekes az épület, mert ez Bécsújhelyen az a ma is Katonai Akadémia célját szolgálja. Itt volt börtönbe Zrínyi Péter, és állítólag ugyanabból a cellából szökött meg Rákóczi Ferenc később, amiben nagyapja Zrínyi Péter is hát végső útjára ment. Tehát a bécsújhelyi, ami számunkra nem egy kedves város, mert sok nemes ember halálát idézi föl. Itt a család most egyben, ugye ott van középen Loránd Zsuzsanna, a bal felső, ő a családalapító Zsigmond, mellette ugye György, akkor Bátori Zsófia és második Rákóczi György, hát itt lent pedig. És milyen érdekes, hogy Rákóczi Ferenc, akit a legjobban tisztelünk a Rákócziak közül, az ő felesége egy hesseni német származású nő volt, még a frizurán is látszik, hogy nem magyar. De ez nem gondol az értékéből sem, neki sem a feleségének. Hát a születés helye, Borsi kastélya, 1676 márciusa, és hát ez a kastély, és azért mutatom ezeket a képeket, mert ez már Rákóczihoz kötődik közvetlenül. Ezt a szobrot nem olyan régen, 8 éve talán ellopták, ugye akkor Szlovákiában elég gyakori volt a szoborrongálás, meg eltűnés, színes fémtolvajok, egyebek. Aztán összedarabolva megtalálták bár, de újat készítettek, és ez a szobor ugyanúgy szépen ott néz ki. Épülget a Borsi kastély is, de nagyon lassan, már tetőszerkezet készen van, emléktáblák, van ott már ideges kiállítás, de még az nem az igazi, tehát még ott sok tennivaló van. Hát itt éppen egy iskolai látogatás a Borsi Rákóczi szobor előtt. Na és akkor itt vagyunk a következő nagy területen. Itt mellesleg jegyzem meg, hogy még el ne felejtem, Rákóczi kultusza, itt most körünkben természetesen 100%-os, de az országot nézzük, akkor a keleti részeken, főleg Kárpátalján, a felvidéken, a keleti részén, Erdélyben, Bereg megyében különösen, ott igen,
de a nyugati részen már kevésbé. Ez a majki hely, ez egy kivétel szinte, egy üdítő kivétel, ott oroszlán mellett volt róla szó, majd itt is még szóba kerül. Tehát itt 83 szobra van Rákóczinak, most már Magyarországon 81-et is maradtuk át, szerintem már több is, csak ezt a 83 számot, ezt még tavaly valahogy számoltam meg, vagy olvastam valahol. Tehát Munkács vára. Itt ugye a gyermekkorát tölti a kis Rákóczi, és két szobor van, itt az egyiket aztán jobban ismerjük, Matrön Péter munkácsi művész szobra a kis Rákóczi színjon, az a jobb oldali. Ez a Matr Péter az, akinek rengeteg szobra van a Kárpát-medencében, többek a Ópusztaszeri szobrok, Zala megyébe, de az ő szobra a vereckei emlékmű is, amit, és majd itt lehet, hogy nincs is benne, mert egyszer voltunk a Munkácsi műhelyi udvarán, és ott láttunk egy gyönyörű szépen kifaragott dombormű turult, az oda került volna a tetejére, de nem merik kivinni, mert úgyis már másnap levernék, mint ahogy a leverték az ukrán szicsgárdisták, a többször is azt az emlékművet, meg felgyújtották. Tehát az ott van az udvarán a mai napig is. Ez a másik szobor pedig, ez közelebb van hozzánk, ha valaki ismeri a szoborparkkal szembe, ott van egy ház, Makovec ház, Gubcsi Lajos háza, egyébként jó barátságban vagyok vele, és az ő kialakította egy nemzeti szoborparkot, mint egy ellentét a kommunista szoboroknak, ott van 100 méterre, érdemes oda ellátogatni, és ott van ez a szobor is többek között. De a Gubcsi Lajosnak az egyetlen Lovas Attila szobra a kert közepén, ami azért nagy szó, mert Attila szobor az még egy van, az ausztriai túlvárosában, épp a nyáron látogattam meg, következő a lárójeles mondat, Attila jön a hunokkal, a hun urakkal, mert túlvárosában találkozta Krimhildával, ahogy aztán megkössék azt a bizonyos házasságot, jönnek a német bajor urak, Krimhilda az elején, és akkor ez egy nagyon szép szobor egyébként, túlváros, aki használta azt, hogy történt egy esemény, és akkor nagy idegenforduló, de Attiláék mögött van egy jó nagy termetes patkány, és néz így Hungária felé, hunok felé. Hát ez egy alázat. Lehet, hogy Bangor innen szedte az ötletét, amikor patkányozott, de szóval ez sajnos mennyire nézik meg, hogy interneten. Szóval még mindig így gondolkodnak rólunk, az osztrák testvérek is oda tesznek egy jó nagy patkányt azért, ami Magyarországot jelenti valahol. No, elnézést, hogy kitértem, csak hát eszébe jön embernek minden. Ez a kép ugye ismert, amikor a kis 12 éves Rákóczit és nővérét Juliankát elveszik az anyjától, aztán soha nem találkoznak. A két testvér majd találkozik Bécsben, mert Rákóczi sok ott lakik majd a nővérénél, de az egy másik történet. Érdekes, hogy az ukránoknál, akik azért mondok ukránt, mert eléggé nagy a magyar ellenesség az iskolarendszer, de a legtöbb emlék, amit nem bántottak, az ott található Ukrajnában, tehát a Kárpátalján, sőt, az első Turuk szobor is a ledöntött millennium szobor közül ott felállították. Hát ott a Munkácsi vár fokán, az egyik millennium, a hét közül az egyik volt. Máshol nem. Hát kivéve Ópusztaszer persze. Ez a Rákóczi szobor, ez a Rákóczi iskola udvarán található, egy nagyon magyar érzem igazgatóval, ott nála is voltunk ezt a vendégségbe, és ott de Munkácson a városban is láthatók ilyen domborművek a falon, tehát ott is a Zinyon a hőstettét mutatja be. Hát a másik oda ugye Tököli Imre. Tökölivel ugye, mivel Rákóczi Ferenc 1676-ban, 3 hónappal a kis Rákóczi születése után meghalt, ezért ugye 2 évvel később a Tököli Imre és Zrínyon egymásra találnak. Azért egyet itt nem hangzott el, de azért elmondom, hogy az Adriai tenger partjáról jött horvát-magyar hölgy, Zrínyi Ilona, hozta magával az Adriai tengernek a könnyedségét, latinságát, ételeit. Jó, itt volt ez a kemény magyar asszony, ez a Báthori Zsófia, aki hát egy hithű katolikus volt, nem voltak túl jóba. Mondhatnám, utálták egymást, és így nevelték a kis Rákóczit, de ebből mindkettőből csak a pozitívumot vette ki, mert azt láthattuk. No, ez a templom, ahol ami Tökölinek a birtoka, központja volt, és ez a vár pedig a Késmárki Tököli vár.
Azért szerepel itt a Deák téri templom, mert mikor tökörítvé hazahozták a hamvait, akkor itt ravatahozták fel. Egyébként itt van nyoma Kossuth Lajosnak, a Kossuth gyermekeinek is, meg Petőfinek is, mert hiszen ők evangélikusok voltak ugye a felvidékről. Korabeli kép az akkori tököri birtokról, Késmárról. Na hát itt gyönyörű várakat mutatok be a Rákóczi birtokokról, Regéczi vár. Van itt egy rendező, amit érdemes már végigolvasgatni, de néhány része ott is van, satírozva egy rész, nem én satíroztam ki, nyomta festéket rendtűr, nagyon szigorú és nagyon kemény, de képet ad arról, hogy Zrínyon a milyen rendeletet hozott a vár, hogy kell viselkedni. Mondom még egyszer, nyomta festéket. De az ellentmond 12-es pont, hogy holmi fostos kurvákat be ne bocsássanak a várba, mert ez még durvább szóval. Mert és aki kémkedett, vagy csak éjszaka kiment, vagy hangosan, azokat mind elég keményen büntették. Hát ez akkori rendre és fegyelemre utal. És a vallásra is, ugye, hogy ne legyenek ellenkező hát, cselekedetek. Aztán egy másik csodálatos, szép át Boldogfővárra, ugye a Zemplén egy ékessége. Megjegyzem, ezeket a várakat az utóbbi 10 évben építik, szépítik, mindent beleadnak, és Zemplén már kezd, még mindig van tartalék a bőven, de kezd turisztikai központ lenni, és nagyon sokan járnak oda. És hát itt van a Füzéri vár, nézzék, így nézett ki pár év, és most így néz ki a Füzéri vár. Még ha azt is mondják le, hogy nem egész eredeti meg, de akkor is szép, és egyébként van egy nagy vita a restaurátorok, a történészek, régészek között, hogy mi a jobb? Úgy hagyni, konzerválni egy romot, ami csak éppen fölött egy méterre van, vagy megcsinálni így. Én utóbbi híve vagyok, mert akkor jobban látjuk, hogy nézett ki ez meg egyáltalán. Na, zárójel, ezzel ellenkezik egy másik utam Ausztriába. A Pozsony csata helyszínét kerestem föl, és Hainburg, ami ugye Beregvárnak nevezték lánykori nevén, től kezdődik az a római kori emlékek sora, ami olyan, mint itt Actincum. Tehát van ugye, ez a Carnuntumnak hívják, ma Petronel, de nem is ez a lényeg, hanem azokon a helyeken vannak ezek a római kori romok gyönyörűen fölépítve, tehát Beregvár, a termek, a fürdő, stb., ahol éppen a pozsonyi csata helyszínei voltak. Azt mind eltüntették. Na most a római kori osztrákok által finanszírozott emléktáblák ott vannak szépen föltéve, a Rothschildok támogatták több helyen is. Hát innen azt hiszem a Funkerekről nem állunk messze, hogy értsük, hogy miről van szó. Rákóczi Ferenc gyermekkorában nagyon kevés kép van a kis, mint amilyen sok kép van róla felnőtt korából. Gyermekkorában ez a három van. 4 éves, 8 éves és 12 éves korában. Ez még amikor anyja és nagyanyja nevelték, ez a bal felső kép, a jobb felső az szintén a 8 éves korában, és ez a középső pedig az, amikor már elviszik ugye a jezsuitákhoz, mint egy átnevelésre. Tököli Imre szobra. Hát valóban mennek a viták, hogy Tököli most való-e oda, avagy nem a Hősök terére. Szerintem is igen, mert egy kuruc hős volt. És valóban egy jó mondat elhangzott, ő nem az iszlám el, ő nem az iszlámot fogadta el, amikor a török szövetséges volt, hanem egy katonai erő. Mint hogy csak nézd meg a mai politikát, hogy ki paktál le Erdoánnal meg a törgyet. Ugyanaz volt akkor is a politika, ha már minket állandóan támadtak a Habsburgok, meg tönkrettek, hát akkor miért ne? De egyébként nem csak ő volt ebben a cipőben, hanem az előzők is ugye, akár Bethlen Gábor is elmondhatjuk. Ez a térkép nagyon érdekes, ezt talán kevesen láthatták, mert ilyen térkép nincs, hogy ebben a Tokaji, illetve a Tököli szabadságharccal az ország nem három, hanem négy része szakadt. Tehát az a fejedelemségben látunk fönn, a Tököli fejedelemség, igaz, hogy rövid ideig tartott, de az a negyedik része volt, negyedik önálló kormányzati része volt az országnak. Hát a többit azt tudják. Ez is egy érdekes térkép. Itt a zöld a Rákóczi birtokok, a piros pedig a Tököli birtokok. Ezek ugye egyesültek, a kis Rákóczi, Máté Rákóczi Ferenc. Hát ezt örököltek. Persze, ez kellett a Bécsnek. Hát egy óriási birtokok, hát ez az ország egyik csodálatos bányavidéke és egyebek. Tehát jó, hogy el akarták tenni lábalól Rákóczi. Volt egy Körösi György nevű kamarás. Ezt tudni kell, hogy ez a kisgyereket csecsemő korától óvta, védte, többször megóvta az életét, vagy úgy, hogy török támadás
átgázolt rajtuk egy bortyáló csapat, a sátor összerült, mert hordtak így gyereket a tököli a táborokba, és ez a Körös Imre vigyázott rá, és így ráfeküdt, hogy a gyermek el ne pusztuljon ott, hogy ráült a sátor. Aztán minden ételét ő főzött, nem engedte, hogy a közös kondérból legyen, mert nagy divat volt ekkor a megmérgezés, és Rákóczi is ki volt ennek téve. Tehát Körösi Györgynek a személye nagyon fontos volt, a betűvetésre pedig egy Bárkány János szerzetes, egy ferences szerzetes tanította, hát voltak ilyen magántanárai és védői, ami fontos tudni. Felvidéki városokat mutatok be, hogy miért is ment a harc. Ugye azok a városok, ahol gazdagság volt, hozzáteszem azért a teljesi kedvéért, hogy ezek ugye a cipszervárosok, azaz a felvidéki németeket ugye úgy hívták a cipszerek, de ugyanolyan szászok voltak, mint az Erdély szászvidéken, az a fogaras Brassó vonalon, de dolgos, városépítői, bányászok, és hát itt ugye látom néhány gyönyörű várost, és ez mind-mind azért is kellett Rákóczinak, mert innen nyerte a pénzt. Hát a részpénz dolgáról már hallottunk, azt nem ismételném el, minden esetre itt volt az, amikor már szembe került a Fugger érdekekkel sokszor, és kijátszották. Ez még mindig Trencsén, Selmecbánya, Rákóczi Palota, Kassáig. Egy vegyipari szakközépiskola van most ezen a helyen, ha jól tudom, és hát ez is egy felújításra szorulna. Ugye nem mennék bele, de hát itt is beszélni kell, hogy nem sikerült Rákóczit átnevelni, bármint Prágában, mind a csehországi jezsuita kolostorban volt, és egy ott hagyta az egészet, elment a nővéréhez Bécsbe, és onnan egy ilyen európai körútra indult, és itt éppen Rómát meg Velencét látjuk, ugye itt szóba került Rómában, amit a pápa is fogadta. Sőt, lement egészen Nápolyig, tehát Rákóczi bejárta Itáliát. És ez fontos volt, mert hiszen ugye ez az akkori európai műveltséget mutat. Hát itt Kolonis Lipótnak a figurája, aki hát nem sok jót tudunk róla mondani, mert hiszen ő volt az, aki a magyarságot rabságba akarta sülyeztetni, meg katolikussá tenni, hát ezt tudjuk, hogy... És a gyámja volt Rákóczinak, tehát rátette a kezét ugye a Rákóczi birtokokra. Karló utcai békekötés háza, illetve már ugye a törökkor vége felé tartunk, 1697, illetve 99. Ezt csak azért tettem be, mert és úgy eszembe jut, mert Baján voltam tartani előadást, és ottan közeledem ugye ez a vidék a bajaiakhoz, és ott megkérdezték, hogy igaz az, hogy Rákóczi azt mondta, hogy ki kell írtani a szerveket, a rácokat. Hát nehéz egy válasz, hogy ilyen vidéken ugye erre, ahol tele van rácutódokkal, meg bunyavácokkal a vidék, de azt találtam mondani, hogy hát igen, de ezt őt támadták meg. Na most egyet azért hagyd mondjak itt el, ez nem hangzott el, és ez nem annyira új, de még nem ment át a magyarok tudatába ez a fontos történelmi dolog. A rácok, mert így hívták őket is, nem szervek, a szerb név csak a 19. század közepétől ismert, mint hogy a vajdaság is. A rácok 1286 óta írtják a magyarokat, 1286 óta, és különösen amikor a török világ jött, szeretném elmondani, nézzenek utána, nem hisznek nekem, a török sereg 80%-a rác származású volt. A szervek, ha úgy tetszik. Azért át mundért öltöttek, egyébként a török birodalomnak a négy hivatalos nyelv közül az egyik az rác nyelv volt. Nagyszurej már édesanyja, rác származású volt. Lehet, hogy döbbenetes dolgokat mondok, de ez még nem ment át, tehát a törököknek a 80%-a rác volt, rácul beszélt, felöltötték a mundért, de csak azért, és ez már elhangzott, hogy megszerezzék a földterületeket. És ez zajlik egészen a titói írtásig, sőt még a 90-es jugoszláv háborúig, ott is ez történt. De most ez nem témánk, csak ennek utána lehet nézni, mert ez egy tabu téma volt, nem volt szabadról beszélni. Most pont egy hete háromnapos utunk volt a délvidéken, egy csoportot vittem, és hát ott azért visszaigazolódtak ezek a dolgok, hogy igen, ott alatt, hogy magyarok így gondolkodnak, és csak ott nem mernek úgy beszélni, mint Erdélyben, vagy mint a felvidéken, mert ott még nagyobb a nyomás, mai napig is sajnos. No, hát visszatérve a magyar területekre, ugye ez a Bercsényi, aki a leghűségesebb szövetségese és barátja Rákóczinak,
Itt ott tartunk, hogy 1699-1700, ez az a bizonyos 1701-es letartóztatás a Rákóczinak, az alsó képet jól ismerjük, ugye a Vencz úr festménye, az pedig egy osztrák festő tollrajza. Itt van a két gyermeke Rákóczinak, hát azt a dicsőséget messze nem hozták, amit egy Rákóczi név kötelezte volna őket, elkallódtak a párizsi, meg a bécsi úri közönség forgatagában, felesége Sarlóta Mária mindent megtett, hogy Rákóczit jobb útra térítse, tehát a szabadságharc útjára le, de hát végül is mindezek hosszabb időt igényelne. A lényeg az, hogy a család nem hozta azt a dicsőséget, meg azt a cselekedeteket, amit hát Rákóczi után elvárattunk volna tőlük. Itt egy Rákóczi életéről szóló sorozat, itt csak a jobb oldali felülről a harmadik képre hívnám fel a figyelmet, valamint lehet látni, a szökés egy pillanata, amikor Lehmann kapitány Sarlóta Mária pénzére és kérésére, ő a kapitány volt ugye a várnak, a pécsőhelyi várnak a kapitánya, és megcsökteti Rákóczit. Azt találják ki, hogy a szennyes ruhát tegye a vállára, és tette egy ilyen csukját magára, mint egy börtöni dolgozó lenne, és kísért át azzal a ruhapálával a várból, és ott már várták az emberei, aztán úgy szökött Lengyelországba. Még Lehmann kapitányról annyit, hogy kiderült, hogy benne volt a szöktetésbe. Bécs 18. században járunk, nem Koppány idején, négy felé vágatták Lehmann kapitányt, a leggyalázosabb középkori módon, és még a család is kiirtották. Most tudjuk, hogy Lehmann az porosz származású volt, és a poroszok a rosszárkőz volt egy ellentét, és el is vezethette ahhoz, hogy kis borsot törjön a Bécs óra alá. No hát ez a szökés, itt már ugye volt szó a Esze Tamás szerepéről. Hát Esze Tamás, nem tudja, azt mondta, hogy jobbágy volt, szerintem ilyen kisnemes volt, ilyen show bizniszbe utazott, és azért harmadott meg a hivatalra, mert elvették a show egy részét, nem fizették ki azért járó pénzt, és ez is benne volt az ő sértettségébe, de hát ez nem volna a értékéből természetesen. És akkor indul ugye a lengyel határhoz ez a bizonyos küldöttség, itt látjuk a Rákóczi fogadását. Azt ugye, most megint nem tudom elmondani olyan hosszú, de Rákóczi, amikor 18 éves korában nőül veszi Sarlóta Amáliát, ellátogatnak a birtokokra, a saját birtokaira, és azt a nyomort, amit ott lát, az úgy megrémiszti, megijeszti, hogy visszaszalad szinte Bécsbe, nem vállalt akkor a, pedig akkor a Tokai Ferenc vezette fölkelés, a Tokai hegy ajánlott, már akkor zajlott át, ez is lehetett volna egy, meg hát a tököli felkelés. De nem, akkor még nem. A szökés után majd viszont már igen. Na hát itt van éppen, akkor mégiscsak itt van a vereckei emlékmű. Ez azért van, és itt van az, amit mondtam, hogy Marc Péter alkotás, ami nem került ki a hétvezért és a túlmadarat jelképező vereckei emléke, ugye, emlékműre, mert hiszen itt jöttek be Rákóczik is, tehát azért van itt ez a vereckei, itt van ez a tér, hát itt gyerekekkel megint időben. Egyébként Beregszászon, az is egy érdekes, megint csak ugye hát Ukrajnában jár, Kárpátalján, nagyon sok emléke van. Hát például Esze Tamásnak két, van egy szobor, egy melszobor, meg egy ilyen dombormű alkotás is, ami hát egy jelentős dolog. Itt van a Tisza-Ujlaki, szintén turlós emlékmű, ez ugye a Tisza partján van, de hát sajnos ukrán oldalon, és ott meghagyták, tehát ezt se döntötték le, ukrán testvéreink, és a Tisza-Ujlaki azért fontos, mert az első jelentős és győztes csatája kurucoknak, például ott mi nagyon szeretetett volt még ott a hadsereg. Rákóczi Ferencről képek, hát itt kell megmondani, hogy tényleg egy szép ember volt, bomlottak utána a nők, de hogy hagyjam mit sem, akkor ugyanígy volt Kossuth Lajos is, meg Mátyás király is, hogy hozta a formát ezekben a dolgokban. És hát nem tudom, az most Ali Kálmán kitalálmánya, de mikor hazahozták és megvizsgálták a koponya mérete Rákóczinak, állítólag másfélszerese volt a normál embernél koponya, tehát olyan agy területe vagy térfogata volt. Hát, most ezt utána lehet nézni.
Rákócziról képek, ugye ezek mind más, de tényleg a mányoké a legszebb csatajelenet, amikor elkezdődnek a háborús, ugye 1703 volt az egyik legdicsőségesebb esztendő, ott akkor egész a Dunáig nyomultak a kurucok, itt vannak a vezérek, Rádai Pál, Vaj Ádám, ugye Vaj nevű község volt, Szatmárban lehet látni a kastélyen szobrát, kiállítást. Bottyán Jánosra meg innyán rátérünk, mert ő egy jelentős tettet hajtott végre. Hát itt vannak ezek a bizonyos részpénz formák és megint egy csatajelenet. Ez a szobor 2003-ban avattatott föl Tarpán, mellett a régebbi Esze Tamás szobor. Tehát Rákóczi, amikor a könyv is született 2003-ban, akkor nagyon sok minden történt. Sokkal több és sokkal ismertebb dolgok, mint amik ma történnek. Persze, de egy egész kerek évforduló, de akkor is Rákóczi év van, ha jól tudom. Következő Rákóczi zászlai. Ugye itt még csak Roli Bertáze van ugye a zászlón, amit hát sokszor itt elhangzott ma, hogy a Kunde volt, az milyen fontos volt, hogy vezették hozzá. Ez pedig az a helyszín, szó került erről is, hogy Miskolcon alakult meg az a udvari tanács, úgy neveznénk, hogy minisztérium. Tehát csak nyilván más volt a terepe, de ebben a házban, a Sötét Kapunak nevezik ezt Miskolcon, ezt az épület, és ott van egy galéria emellett, és itt volt a helyszíne, több mint valószínű, vagy az udvari tanácsok, ami vezette aztán az országot 1704-től, 1705-től. Ez ugye már az az épület sor, ami Erdély központját mutatja, hiszen Rákóczit Marosvásárhelyén beiktatták a fejedelmi székbe, majd a Gyulafehér országgyűléssel hivatalosan is fejedelem. Tehát ez nem ugyanaz az év. Minden esetre a Marosvásárhely óta nem is volt ott, nem tudott elmenni, mert más dolgok voltak, de a helyszín akkor is tükrözi azt a lábot, hogy na, ez itt Rákóczi vidéke volt. Hát sajnos nem sokáig. Ez egy szintén saját rajz, ez benne van az albumban is, ami a Széchenyi országgyűlésnek az elhelyezkedését jelenti. Rákóczit nagyon védték, tehát az ők sátor középen volt, és a vezérek sátrai pedig ott lehet látni a neveket is mellette. És a gyűlések is, hát azt egy történtek, hogy Rákóczi mikor hívta össze. Kistapolcsán, nem messze van ugye Nógrától, illetve ezektől a helyektől, az ma is sajnos Szlovákiához tartozik, és több mint valószínű, hogy az első Rákóczi által létrehozott újságot, a Mercurius Veridicus, ami bár latinul íródott, de ez az első Magyarországon született lap volt, híradás, ez Kistapolcsány várában, vagy kastélyában született. Kistapolcsány és a Rákócziaké volt. Na, 1705-ben tartunk, amikor már megvolt az első kis fordulat a győztes kuruc hadjáratok után. Zsibóról nem tudok másolat, mint azt a borzalmas állapotban lévő Veselényi kastélyt, így néz ki, ez egy ilyen gyermekközpont, amik jól elromlottak, de úgy tudom, ma már nincsenek ott, tehát ma már tatarozgatják. A zsibói csatavesztés az nagy jelentőség volt. Ezzel gyakorlatilag elveszett egész Erdélyt. Addig megszereztek, mert Rákóczi parancsát nem hajtották végre, nem ásták meg a sáncokat, nem volt meg a ellenállás kialakítva, és így egy teljesen győztesnek kinéző és kuruc számbeli fölénnyel rendelkező ütközetben simán vesztettek. Ez Trencsén is előfordult, hogy az osztrák hadseregek regulális ereje az sokkal nagyobb volt, mint a kurucoké. Hát ez sajnos vezetett a végső vereséghez is. Kis kárpótlás jelentett az ebben az esztendőben, hogy bár Erdély elveszett, de Bottyán János átkelt a Dunán, mégpedig itt ugye Földvárnál, amikor úgy mondjuk Dunaföldvár, így néz ki ma ez a vár, és bevette magát a nem messze lévő Simon tornya várába, az pedig így néz ki ma, és így tehát a Dunán túlnak ezt a részét. De egyébként ez a középső hadsereg volt, egy hadsereg, egy kurucsereg térről kerített a másik északról Komáronnál, a cél az volt, hogy találkoznak Kőszegnél, de sajnos megint csak nem hagyották végre a parancsokat, az alseregek vezéré vagy nem tudták, és pedig Kőszeg elfoglalása nagy jelentőségű lesz, mert a Bécset fenyegeti, onnan már ugye látni szinte Bécset. Tehát ez nem történt meg, így a dunántúli hadjárat is hát kicsit háttérbe szorult. Na, Érsekújvár, ahol Rákóczi sokáig tartózkodott,
Itt azért kerül ide Sarmot Amália, majd lesz egy kép a Ónod melletti körömről, ahol vannak ezek a domborművek. Meglátogatta Rákóczit Bécs utasítására és engedélyével, azért, hogy lebeszélje a további hadműveletekről. Persze Rákóczi nem tudott lebeszélni, mindenesetre Érsekújvár ez azért szerepel itt, az egy hadi központ. Hogy mit keresik Széchenyi György szobra, ez a 104 évet megélt. A Széchenyi család egyik nagy elődje, Széchenyi Istvánnak ez dédapja volt körülbelül, ez adott városi rangot Érsekújvárnak, és az érdekesség, hogy ezt a szobrot ezt most állították fel, kb. 10 éve, tehát a szlovák hatóságok engedélyével. Ez pedig itt ugye a másik kép, az pedig a érsekújvári, bocsánat, a jobb alsó kép az Érsekújvár, a felső az pedig Nyitra, mert mind a két helyen Rákóczi berendezkedett. Hát Nyitra ma pedig már teljesen egy szlovák egyetemi központ, Magyarországon tudnak hallani, pedig hát az is a Magyarország egyik kulturális központja volt, egy kis sárospatak, ha úgy tetszik, tehát sajnos nem. Az Ohrid országgyűlés, 1707-ben járunk, kudarccal végződött, mert itt már kiderült, hogy gond van a pénzzel, a részpénzzel, és a turóci követeket ott bizony remészárolták, Rákóczi, hát nem engedélyével, de nem is utasítására ő védte őket, de ott a magyar főurak egy része, ott bizony bevadult, mikor Rákóczi ellen szóltak. Itt van Ónodnak egy további képei, ott Ónodon még az első világháború zsemlékül és kurucvitézt ábrázol. Az Ónodi várban így néz ki. Itt Hidáncsaló barátommal tartottunk sok ilyen előadást. Ez pedig köröm, ami vita volt, hogy most hol volt az országgyűlés körömön, ami a Sajó másik partján van, vagy pedig Ónodon, mind a kettő helyen volt egyébként, és körömön is kialakítottak ilyen Rákóczi emlékparkot, érdemes megnézni. Rákóczi balladája, ezt véletlenül elcsíptük egy vándortábor alkalmával az Ungvár várba. Előttük ugye Varga Miklós, ott van mellette. Jó barátom volt, egyébként az Óbudai Zeneiskola alapítója, Kobzos Kis Tamás. Sajnos ő már nem él azóta, hogy három éve meghalt. Nagyon sajnálom, mert ő nagyon rendes ember, értékes ember. Ő még részt vett ebbe a rock opera létrehozásában. Hát a dunántúli hadjárat egyik legnagyobb győzelmét a Kölesdi csatában aratják a magyarok, de hát Béli Balog Ádám neve így maradt fönn. De hát sajnos ez már csak szépség tapasz volt a szabadságharc menetében, mert bizony hát vesztésre álltunk, mint ahogy minden ilyen európai, ez egy európai formátumú szabadságharc volt. Rákóczi hiába kért segítséget ugye az oroszok, milyen kortársai voltak? Hab király Franciaországban, Nagy Péter ugye Oroszországban, és akkor közte is a nagy uralkodó. Tehát Nagy Péter is hitegette, segítséget persze nem adott, de hát az oroszoktól ezt nem is nagyon kell elvárni, hiszen nem tudok egyetlen olyan esemény sem a történelmünkben, amikor az oroszok úgy mellettünk álltak volna. Tehát gondoljunk 1849-re, mi történt. Meg 1945-re, 56-ra, hadd nem menjünk tovább. Na itt volt két országgyűlés, még hogy mentsük a menthetőt 1705-ös évek után, mert 1707 volt a felező az időben is, meg úgy a szabadságharc menetében is, hogy egy fél idő, ugye, tehát 1703 és 11 között. Hát 1708-ban a Habsburgok itt a illetve a Habsburgok tartanak országgyűlés, és a magyarok egy része is ott van, és persze, hát Bécshez húznak, de ez mindig is így volt. A Sárospataki országgyűlésen pedig hát Rákóczi magyarjaihoz húztak, de ez megint csak megosztja az országot. Tehát Pozsony és Sárospatak a két szélső rész a Kárpát-medencének, és a Rákóczi szabadságharc ügyét hát ezek már nem. Jó döntések születtek itt, csak már késő, és után köpenyeg volt sajnos. Mert mivel volt Rákóczi erejét? Elhangzott. Nem adóztatta meg a népet, tehát ez egy nagyon nagy vonzerő volt, és egyenlővé tett, tehát amennyiben 1700-re lehet a egyszerű parasztok, meg a nemes, hát nem is tetszett nemeseknek azért a dolog, volt sok ágálás, de azért ez működött egész 1707-ig. A végzetes csatavesztés a Trencsénél történt meg, jobb felső sarok képe, egy, megint csak egy dupla létszámú kurucs sereg, teljesen jó hadi helyzetben, részt hagyott a
dörzsölt, jól vezetett osztrák csapatoknak, és azok visszatámadtak, már menekültek, visszatámadtak, és egy súlyos vereséget mértek a kúrs seregnek, ez volt Trencsénél 1708-ban. Itt ez a romhányi emlékmű, ez pedig Romhány mellett Gépbrony községben egy ilyen fából faragott Rákóczi emlék. 1711, május 1-e, ugye szatmári békekötés, ez a békeháza, úgy nevezik ezt a Vécsei ház, tulajdonosa után, benne az udvaron van egy dombormű, ahol ez a zászló leszúrás. Nagy, az első történész, aki így szólt, a mai napon többször is nyomatékosan mondta, hogy fegyverletétel volt. Már majdnem közbeszóltam, ebben a könyvben, ami 2003-ben jelent meg már, ott van egy zászló leszúrás volt csak, aki az udvaron beszélt, az nagyon jól mondta, nagyon szépen mondta, és pontosan nem volt fegyverletétel. A kurucok, az egyszerű katonák, a tisztekig hazamehettek a karabélyekkel, szabjaikkal, mind lovaikkal, egyszerű zászló leszúrás volt. Hogy miért kezd a fegyverletételt én mindig mondom, azt nem tudom. Mert azért nem mindegy. 1549-ben valóban fegyverletétel volt ott a világosi mezőn. Ez a, mikor Rákóczi visszautasítja a szatmári békét, Dambor festménye, zárójel. Most jártunk Óbecsén, ez ugye lent a Szabadka tövére van, nagyon szép kis város, még a fele mindig magyar, ott Szerbiában, és ott van a Tan emlékház, ahol Tan Károly, a híres természettudós, meg Tan Móra festővésznek egy közös háza, ezek testvérek voltak, érdemes megnézni valaki arra jár. Hát a szatmári, illetve a majtégi síkon, ez egy libaürülékkel és egyéb dolgokkal körbeékesített ez az emlékmű, hát ahogy aztán a román testvéreink ugye ápolják az ilyen emlékeket. Na itt van ez a bizonyos zászlóleszúrás, és utána jön még egy érdekes rész, ezt ha van annyi időm, Rákóczi, amikor van a szatmári béke, akkor ő már Lengyelországban van, mert ismét találkozni akar a cárral. Hát találkoznak is, de semmi eredménye. A lényeg az, hogy egészen elvergődnek, mert itt már egy vergődésről van szó, Gdanszkig. Ott kapnak egy hajót, hajóra szállnak, akkor már bukott a szabadságharc, és elindulnak Anglia felé. Mennek Angliába a szabadság földjére, mert ugye ott aztán a szabadságot már rég kikiáltották, és ott biztos, hogy fogadják. Itt majdnem meghalt rá, fel is vett az utolsó kertet a hajó, mert olyan viharba kerültek, hogy egyszer azt hitték, hogy végük. Átvészelték a Jóisten segítségével, kikötöttek hal kikötőjébe, kikötöttek, csak nem fogadta, nem tették a lábukat a szabad Anglia földjére. Miért? Mert az angolok is, akik akkor irányították már javában Európa sorsát, lázadónak tekintették Rákóczit, és nem engedték kikötni. Elmennek utána Franciaországba, azon kénytelen fogadja a 11. Lajos őket, mert hát szövetséges volt, bár ő is fogcsikorgatva, mert már az ő érdekei sem ezt mutatták, hogy Rákóczit fogadni kell. Hát végül is fogadják, és Párizsban egy idő után nem volt, nem tartozhattak ott, mert egyébként van egy, hát én Szegfű Gyulát régen azt mondja, hogy ez egy frankó-magyar történész, hát kiderült, hogy egy gyalázatos ember volt. Hát csak nem is gondoltuk volna, hogy leszület a Rákóczi alatt, de ő írta le azt a csúnya dolgot Rákóczidó, hogy kártya barlangba játszottak, meg nyerészkedtek, meg Rákóczi ez a nevét adta, és ezért kellett jönni Párizsból. Van ebben én igazság, de nem így, hanem az egy kicsit összetettebb a dolog. Na mindegy, ekkor megy Rákóczi-ért a Krosbaát szerzetes rendekhez, akik némaságot fogadtak, ez nem fogadott el, vagy nem hangzott el eddig, és Krosbaának van egy testvér, nem település, hanem egy jele a majki szerzetes rend udvarán, ezt mindjárt meglátjuk. Vagy ha nem, akkor most mondom el, mert azt nem betettem. Majkon, amit most építnek gyönyörűen át, ugye ez az oroszlány alatti nagyon szép kolostor együttes, ami egyedülálló, egyébként a lengyel pálosok működtetik, nem is a magyarok, és van egy oszlop a kolostor közepén, ahol az van fölírva a táblára, hogy Rákóczi szívének jelképes helye, mert az a szív, ami a tájtól elégett, ugye, amikor a nagy francia forradalomban ezt most időről teszem, felgyújtották, akkor odaégett a szíve is, de ez a majki, mert az is egy kamaldúj szerzetes rend, hogy a testvériség volt a Grozbával, ezért került oda, tehát ezért van egy ilyen. Ez pedig már a rodostói ház, erről is volt szó, így nézett korabeli vízrajzokon, hogy nézett ki a Magyarok utcája, és ez pedig a Kassán felépített rodostó ház.
ez nem régen még ez a szobor nem volt ott, ezt mostan 10 éven belül állították föl a kassai orvostóház előtt, mindenesetre a mi épülésünkre. Ez a orvostói háznak a belső terme, hogy bemegyünk, tele van koszorúkkal, emlékekkel, a magyarok, akik arra járnak, hogy mind megkoszorúzzák. Mikes Kelemen, Zágoni, ez a kastély nem a ismert Mikes Kelemené volt, hanem egyik őséjé, tehát Mikes Kelemen talán soha nem járt ebbe a kastélyba, de mégis Zágonról, meg arról településről van szó, hát ő ugye Rákóczi leghűségesen aprója és követője volt, és leírta az emlékeit, hogyan töltötték az időt. Hát ezt biztos jobban el tudnám mondani Marci, hogy egyszer hazajött, mert nem bírt a honvágyával, és elzorándokott egészen a Kárpátokig, nem lehet bejönni, mert félszölt elkapják, és csak már akarta látni Erdélyt, annyira hiányzott meg. Aztán visszament az urához. Rákóczi halála 1730. április 8-a. Csak itt mondanám, elhangzott is ez, hogy nagy péntek. Azért van még két személy, aki ezen a napon halt, meg ha más-más évben is. Ugye Mátyás király, meg Széchenyi István. Hát mind a kettő, hagyd ne mondjam, hogy hogy haltak meg. Meggyilkolták őket. Széchenyit az biztos, Mátyás királynak szerintem az a utálatos, olyan sokszor magasztal be, ahogy tette lábalól, mert hiszen ő akart lenni a király, nő, és nem csak királyné. Hát ezt a tőle ismerjük. No, ez a temetés Kassán, illetve a budapesti utolsó út. 2003-ban rengeteg hagyományőrző felvonulás volt, rendezvények. Ezek a képek mind ott készültek, az ország legkülönbözőbb területein. Itt megint csak ilyen Hidán Csaba hagyományőrző dolgok. Ja, itt van a Majki, elnézést, a Majki kolostor, és akkor itt van ez a felirat, tessék elolvasni, hogy ez a Rákóczi Szövetség, ugye szó volt erről, állított ezt a táblát, de összefügg a Grossbari. Ez megint ilyen. Egyébként hát azt nem mondtam, de talán kiderült, hogy tankönyvek, hát nekem a fő életem központja, meg feladata a gyerekek nevelése volt, hogy magyar gyerekeket nevelni. Hát ha csak rajtam múlnak ilyen embereket, amik 50-nak, akkor nem lenne gond, de hát sajnos a történelem tanároknak az 50%-a balos, még annál is rosszabb, liberális felfogású, akik ott tanítják a gyerekeket a magyar iskolapadokba. És akkor lehet, hogy még keveset is mondtam. Hát ez azért van, elnézést egy körmondatért, de tudni kell, az összes magyarországi egyetemeken, az ELTE-vel az élen, de benne van a Pécsi Egyetem, a Szegedi, a Debreceni, talán kevésbé. Debreceni kiemelten. Ezek mind, igen, hát lehetne. De a lényeg, ezek mind liberális bocsátanak ki. Egyszer megkérdeztük még az előző választások, a Kövér Lászlót egy ilyen fórumon, hogy mondja már meg, hogy 8 év vannak hatalmon, hogy miért van az, hogy a bíróságok, meg a történészek azok, hogy ilyen balosok. Megmondta, hogy nem bírunk velük. Egyszerűen az egyetemeken olyan balos tanítás van, és annyira szellemfizikál, az ott működő tanárok, hogy nem lehet kiírni. Ez olyan, mint a tantest, illetve az egész oktatási rendszernek a szerkezete. Hát jó, most nem akarok itt politikai vihart kavarni, de hát ez van sajnos. És akkor elérkeztünk, hogy vannak azért szép dolgok is, hiszen ugye itt van a Rákóczi vár, ami viszont nem tudni miért Rákóczi vár, mert az Bethlen Gábor vára volt, ott az 1000 éves határnak Gyimesbe. Minden esetre, amikor befutott a Székely Gyors, ugye akkor Rákóczi képét láthatjuk ott és feliratát, tehát minden magyar nagy alak ott azért a Gyimesbe, hogy elmer oda gyors, az egy nagy dolog. Egy mondattal nem akarom kontrázni a Lokos Mártonnak a mondatait, mert ő ezt belülről mondja, mert nagyok a bajok, a románok ismét irodatlan, gyalázatos módon viselkednek, hát most az úzvölgyi dolgokat, hogy mondjam, de ugyanakkor ilyeneket is lehet. De csak ott, ahol nagy tömegben élnek magyarok, ahol már szórvány, ott már nem lehet, ott már nem mered ott. Hát itt Rákóczi Ferenc, én úgy hoztam ki a pénzeket, hogy mindig az 5-ös számunk van, vagy 500-as, vagy 50-es, tehát mindig nézik a régét, és mindig az 50, ezeken volt a Rákóczi képe rajta. Itt pedig a két legismertebb szobor, ugye a Kossuth Lajos téren és a Hősök terén, Rákóczi út, a Fő utca.
Hát itt meg néhány vidéki tápjószer, Encsen, amit jól ismerek, mint szülő helyemet, ott a Lenin szobor állt ezen a kövön, amit itt most látunk, ott a városi önkormányzatnak az előtt. Hát a Sárospataki az meg, ugye, ismert szép szobor. Volt a fákról is, hogy 12 rákócifa van, a legszebb szerintem a Romhány, ami Nagy Magyarország térképét is formáz. Főleg, ha kilombosodik, akkor az úgy lehet látni. A történelmi Magyarország. Ennyi iskola viseli Rákóczi nevét, ami 40 vagy 50 körül, és hát remélem, hogy ezek nem csökkentek az elmúlt években sem. Ez a három település viseli Rákóczi nevét. Rákóczi Újfalu és Rákóczi falva, ott vannak Szolnoktól délre egy kicsit. Ez a Rákóczi bánya pedig Nógrádból látható. Egy olyan kis település, hogy különösebb jelentőség, csak hát még ott van a tábla. Ez nem érdekes annyira. Ja, Szolnokon azért csináltak, olyan nagy vetélkedők voltak évente, hogy, és oda mindig meghívtak, hogy 50 csapat mért, de ezek már kiválasztottak voltak. Tehát ilyenkor látszik a tanításnak a pozitívuma, hogy azért a gyerekekkel foglalkoznak, mert hol lehet volna ilyet megcsinálni, mit tudom én, a rendszerváltásnak nevezett évek előtt. Rákóczi Szövetségnek a elképe, és még hagyd mondjam el azt, hogy az egyetlen tankönyv a Apácai kiadó daloskönyve volt, amelyiken nem csak a német meg francia zeneeszközök, hanem a tárogató is ott szerepel, tehát ezen a daloskönyvön a tárogató, mint tudjuk, ugye hát az a kurd szabadságharc jelképes hangszere volt, amit, mint tudjuk, a szabadságot után összegyűltek és elégettek, mint mágiát csinálnak belőle, és mindent elégettek. Most megint sok tárogatós van, tehát egy divat lesz ez, de jó értelemben divat. Ez a Rákóczi címere. Köszönöm a figyelmüket.